videóban egy főételt és egy desszertet fogunk elkészíteni, egy rakott édes burgonyát és egy túrogomócot, úgyhogy bele is várunk és mindent megmutatunk nektek. Na, hozzávaló darált hús, édes burgonya, akkor van ilyen bulgur mix, trapista sajtdel light, fűszerek, kömény, bors, majoranda, bazsalikon, és van még tejfölünk, ami a tetejére kell majd. Tehát nagyjából ennyi a hozzávalók, és neki is állunk a felkészítésének. Hogy befeszül a bicepszet, Szilas. És mindjárt kész is van. Jól megszereztük, meg borsoztuk. Nem szoktál ilyet használni, Szilas? Még marha jó. Beleburítjuk a húsihoz, a kölesre rakjuk. Nagyon jó. A köleses húsos ragú. Kíváncsi vagyok, mert a következőt én is illet megcsinálom. Ez jó nagyon. Csirkével vagy. Szilveszter, a nincs a kivajomban. Felhívta.
Jelentkeztél, mondd meg. Ne, hogy ne, mert azt nem akarom mondani, hogy ilyenre biztos, hogy nem felhívtak, hogy érdekel. Mikor kezdtetek el sportolni? Sportolni? Oh. Hát én mennyi voltam. 6 éves, akkor mentem el atlétizálni, és onnantól végig sportoltam. Ja, és a tornával is próbálkoztam egy napig, és sírva jöttem ki. Megértem, abszolút. Én 5 éves. Torna volt az első, és ott megcsináltál? Hát úszás, de az tulajdonképpen majdnem belefogott. Hát úszni én is járhattam volna többet. Mert hát az inkább vagy szilveszterrel minden nap találkozom. Hát, annyi időnk lenne. Hát, óriási kérdések. Ez nem a férjem, nem az apám. Nem. Még mik vannak már? Szilveszter és Enikő, melyek voltak a kedvenc pályáitok az exatlonban? Talán volt... Jaj, ez nem dolel! Mit szerettetek a legjobban az exatlon alatt? A faházat. A faházat. Nem is voltál a villában, nem? Nem. Hát mégis mondta, hogy ez egy jobb, 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 jobb a faház. A faház jobb szerintem is. Azért ott otthonosabb. Melyik volt a kedvenc pályáink? A Mad Max? Meg a Mánya, meg még a konténer is a vég volt. Az volt a végjátékod. Mi az, nem? Mikor az exatlonban voltatok és sírtál, akkor szilveszter volt a lelkitámasztom. Végül is a lelkitámasztom volt, igen. Szerintem mindenki lényegében. Figyelj! Az évet meg a tapasztalat. Meg a rutin. Mi volt a legnagyobb élményetek az exatlonban? Legnagyobb élmény? Hát hogy vakon megvertem a helyzét, a zalát. A sárot már egy pont nem láttam. Talán nekem meg a medáljáték. Az volt így a legjobb. Az jó volt. Nagyon menték. Mit kedveltek egymásba? Óriás. Szilveszternek az esti meséit, a szövegeit. Az, hogy mindig ilyen pozitív. Milyenek? Izgalmak. Volt-e olyan vicces jelent, amit nem vettek fel a kamerák, de ti sokat nem vettetek rajta? Hát csak az volt. Csak az volt az alapján. Milyen érzés volt hazajönni? Jó. Szerintem is. Jó, mindenhol jó, de a saját ágyamban, a saját feleségemben. Hogy untam már más egyetlen más feleségét. Miért döntöttél úgy, hogy szerepelsz, amit csak ki vagyok van? Buli. Buli volt, nem? Buli volt, nem? Énekeltél, úgyis ott kint, te voltál dalos pacsiúta. Voltak vicces, fura szokásaitok a faházban? Kimentél reggel, tornáztál, nyújtottál. Ez nem is furi. Az egy rituálé. Nem, az volt a szarja, attól fostam, szóval állás szó szerint. Amikor bementük, azt mondta, hogy nincs hadszigetelve a WC. Ja, ú, az nagyon durva. Igazából, mintha ide levülnék egy karavánnal. Hát, ez ennyi. És akkor ott kínok mindenki, ül kávézik, és akkor te meg... És ilyen volt. Gondoltad volna, hogy szilveszter a busó? Az X-lábaj, vagy az O-lábadat felismertem. Az ilyen jellemvonás. Hát ugye a fiatal, valaki annyit van velem együtt, akkor persze. Te egy szilveszter, kit szerettetek a legjobban? Én mindenkit. Nem, én nem tudok ki. Azt tudom, hogy itt nem, tehát... Hát ja, de amúgy szerintem mindenki jóba volt mindenkivel most ilyen. Ezért nem voltunk nem olyan rengeteg időben, hogy mondjuk szerintem... Igen, nem. Igen, én is így vagyok vele. Jó. Meg is van. Na. És akkor elkezdhetjük vételjezni.
kis light tejföl. Meg van a húsos, édes húgolyát, tejföl és még majd light csaj. Vagy így túl tudod zabálni magad. Kenyeretettem. Annyira jó. Reggelire is nosztalgia kifli. Felvágott. Májkrém. Újja. Tegnap én soktam májkrémet. Szuki! Azt én szoktam magamnak csinálni. És mert be a sütőbe. Egy 30 percre. Oh. Kicsit meleg. Jó! Szép munka! És a remek mű! Rakott édes burgonya! A diétás túrógombócunk. Mondjam is, hogy vagy? Mondhatod is! Kell hozzá tojás, 2 darab, citrom, túró, zabkorpa, tejföl. Meg édesítő. Meg édesítőszer, az mindenféleképpen. A jó diétás legyen! Ja. Na, kezdet meg, elkezdjük a túrót szitán áttörni. Neki is állunk. Megmostam a citromot. Így beledessen lesz a jelmet. Egy előre ennyi. Megpróbálok. Alakul? Hát figyelj, mert fogpiszkálod kell, hogy ki tud. Hát semmi. Jó lesz, alakul. De nézzük, hogyha csak simán összetöröm, az is jó, nem? Aha, kitaláltuk. Szilveszter. Teljesen megvan a 100 gramm. De ez nem fél kiló. Akkor még kell? Na persze. Többi. Gyertegyesen. Ez az alap kell, az egész kell. Persze. Hát én beleveszem a citrom helyet, megmostam. Szépen kézzel összedolgozzuk. Nincs ezzel gond. Miután összedolgozta Szilveszter kézzel, egy órára hűtőbe tesszük, hogy összeálljon. Túrógombóchoz elkészül a prézli, szépen. Ágyos volt. Szerintem 10-esen is lehet. Kis olívaolaj, meg 100 gram zabkorpa. Lepirítjuk, hogy jól bele tudjuk forgatni a túrógombócot. Ez így jó. Készül a csodagombóc. Csak ennyi. És nem esett szét. Ilyen. 8-10 perc alatt kész, lefőzzük a kis gombócokat. És ekkorát, vagy mekkorát veszel? Csak utalának? Akkor ezeket szoktam csinálni a fasítokat. Azért úgy csináltam, akkor csinálom, hogy tojásportból csinálom, meg
hogy is hívják? Hogy is hívják? A préznit azt saját magam csinálom meg, úgyhogy vizes, semmilyen, hogy kifli, akkor nincsen tej. Nekem a túlogombusz nagyon nagy kedvencem gyerekkorom, hogy milyen eperőn tettem. Ettem vanília pudinggal. Kész is. Feljöttek a tetejére. Megy a bomba diétás prézlibe. Az elkészült túlogombolc nyalogatja a száját, mint aki elvégezte jó dolgát. És íme az elkészült túrógombolc édesítős tejfölel és zéró csoki öntettel. Csinálunk egy összegzést. Megettük, most várjuk a hatását. Nos, megettük ezt a finom kaját. Jó lett, nem? Amúgy összes túl idejében. Abszolút, megvan őszintén. Ez a túrógombolc, ez... Teljes túrórudi. Abszolút finom volt, az meg a másik is. Meg a másik is, mondjuk lehet több fűszert kellett volna beletenni, amit mondtál. De jó volt, mert ez édes burgonyával egyszerűen tökéletes. A másikkal is biztos finom, de ezzel szerintem sokkal jobb. Ja, azt hiszem jó volt, hogy kicsit ilyen édes kis íz volt. Ja. Na mindegy, szuper legközelebb volt. Majd Szilasnál főzünk valami más, majd ő találja ki, hogy mit. Az is remélhetőleg valami egészséges és diétás. Nem biztos, de nem biztos, igyekszünk. Na mindegy, majd összehozzunk. De finom lesz. Kövessétek Szilast is az Instagramon, megtaláljátok a leírásban, hogy milyen néven fut. És hogyha te... Saját néven. Az álnevet is már használhatunk akár. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha kérdésetek van, tegyétek fel nyugodtan a kommentben. Válaszolok Szilas nevében is. És iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. És kövessétek Szilvesztert is. Köszi, sziasztok! Sziasztok!